Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Azért kértem, hogy egy néhány percet szánjanak rám, illetve a MÁV vizsgáló bizottságra, mert egy érdekes fejleménnyel gazdagodott a bizottságnak a munkája. Mondhatom úgy is, hogy egy részterületet lezártunk. Hogyha megkérdezünk egy bármilyen utast, egy állampolgárt, hogy tulajdonképpen mi a legnagyobb kritikája a MÁV-val, akkor valószínűleg a takarítás minősége, a tisztítás az egyik első dolog lesz. Azt találtuk, hogy ennek a takarítási munkának egy igen jelentős részét három cég végzi, a Vakó Kft., a Semafor Clean Kft. És a Tiptop Kft. Mind a három cég közbeszerzés nélkül végzi ezt a tevékenységet, immáron hosszú évek óta. Ott láthatják, hogy 2006-ban a Vakó Kft. Munkáinak mintegy felét kiírták közbeszerzésre, és ez szépen el is veszítette a Vakó Kft. Nem feltétlenül azért dolgozik velük a MÁV, mert ők dolgoznak a legjobban, a legolcsóbban, a legeredményesebben, hiszen látható, hogy amint közbeszerzésre írják ki, akkor hát ez a cég ez veszített, mégpedig mondom, a munkái felét elveszítette. Ez alatt a 8 év alatt, amit a bizottság vizsgál, 4,2 milliárd forintot fizettek ki ennek a három cégnek közbeszerzés nélkül. Mennyit lehetett volna megspórolni? Tehetjük fel ezeket a kérdéseket. Ha mondjuk csak példaként vesszük, azt mondjuk, hogy egy minimális 10%-ot lehetett volna spórolni, az ugye bő 400 millió forint. Ugye kevesen tudják, hogy ma a MÁV-nak nincsenek olyan mosó folyosói, amelyeken mondjuk gépi mosást meg lehet tenni. Egy ilyen mosó az körülbelül 150-200 millió forintba kerülne. Azt mondhatjuk, hogy ez a 400 millió forint, amit például, ha csak 10%-ot meg lehet spórolni ezen a takarítási munkán, abból két ilyen mosó egész biztosan kijöhetett volna. Ugye ma a mosás az úgy történik, hogy veszik a kefét, a vödröt, és lesikálják a vagont, ha lesikálják, ugye. Hogy lehetséges az, hogy ezek a cégek közbeszerzés nélkül dolgoznak? Bizony szocialista szálakat találtunk a háttérben. A Semafor Clean Kft.-re hívnám föl a figyelmet. Ez egy nagykanizsai székhelyű cég. Az egyik tulajdonosa az a Böröc István, aki egyébként nagykanizsai szocialista önkormányzati képviselő volt, illetve a helyi MSZP egy másik prominensének a felesége, Pap Győzőné, szintén tulajdonosa ennek a cégnek. Ebben a MÁV vizsgáló bizottságban is olyan személy delegált az MSZP, aki a nagykanizsai MSZP-nek a tagja, ugye Göndör Istvánról van szó. Most úgy tűnik, hogy Göndör Istvánnak az a feladata, hogy a saját pártársainak a cégeit vizsgálja. Föltehető a kérdés, hogyha utcáról valaki, vajon oda menne valaki takarítani a MÁV-hoz, akkor ő vajon meddig tudná azt elérni, hogy közbeszerzés nélkül dolgozzon? Hogy ez vajon csak a párt háttérrel rendelkező cégeknek a kiváltsága, vagy ezt vajon bárki meg tudná tenni? Ennek a kérdésnek a megválaszolását Önökre bízom. A legfontosabb gondolatok, hogy ugye akkor 4,2 milliárdot fizettek ki közbeszerzés nélkül takarításra, egyáltalán nem garantálható, sőt úgy tűnik ebből az ábrából, hogy nem feltétlenül a legolcsóbban dolgozó cégekkel dolgozik együtt a MÁV, illetve azt is lehet látni itt az egyik cég esetében, hogy van egy erős szocialista háttér, és hát még itt a parlamenti MÁV vizsgáló bizottságban is egy olyan személy ül, akinek a munkakörében, a pártársai körében hát van bizony ilyen MÁV-os cég, MÁV-nak dolgozó cég.